315 ezer forint átlagosan ennyibe kerül idén egy B-kategóriás jogosítvány megszerzése Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Az összegben benne van az elméleti és gyakorlati felkészítés, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgadíjak. De a valóságban ez az összeg a szükséges pótórákkal együtt könnyen 500 000 forintra is rúghat. A tavalyi évhez képest ez körülbelül 10%-os drágulást jelent, bár ez még korán sem követi az általános inflációt, mondta el Vilmányi Csaba, autós iskola vezető. A tavalyi évhez képest körülbelül olyan 10-12%-os növekedést jelent, hiszen ugye nekünk a legmeghatározóbb tényezőnk az üzemeltetés során az üzemanyag, illetve maga a szervizköltség és egyéb járulékos költsége, ami még mindig azt tudom mondani, hogy nem követte le azt a fajta árváltozást, ami végbe ment itt a jelen helyzetben a gazdaságban, de mondjuk úgy, hogy a jelentkezők számának visszaesése miatt egy kicsit kénytelenek vagyunk alacsonyabban tartani az árat, hogy azért mégis meg tudják szerezni sokan ezt a vezetői engedélyt, és meg tudják fizetni. Az úgynevezett nagy kategóriás jogosítványok megszerzésére jelentkezők számának drasztikus csökkenése mögött a szakember szerint az állami támogatások hiánya állhat, mivel a korábbi időkben ezeket a képzéseket az állam jelentős mértékben támogatta. Vilmányi Csaba hozzátette, bár az autós iskolákba jelentkezők számában érezhető a visszaesés, a legkevésbé a B-kategóriás képzések érintettek. Természetesen ott is tapasztalható egy jelentős visszaesés, viszont az egyéb kategóriákat, úgy a motoros kategóriákat, mint a nagy kategóriákat, ott jellemzően hatalmas visszaesés van. Tehát sokkal kevesebb a jelentkező az előbb említett motoros, illetve nagy kategóriákra, mint a B kategóriára. A B kategóriánál egy átlagos visszaesést én egy olyan 20% körülire tendálok, míg a motorosoknál azért 30-40% is jellemzően előfordul jelentkezés számában a visszaesésnél, de a nagy kategóriáknál ott pedig a kollégáimtól informálódva ott tudom, hogy lényeges visszaesés tapasztalható. A szakember azt mondta, a budapesti autós iskolai képzések árai kisebb mértékben emelkedtek, mivel az ottani árak már eleve magasabbak voltak. Jelen pillanatban ezek a pályázati támogatások még szünetelnek, tehát még nem jelentek meg a piacon, így csak az önerős nagy kategóriás képzés a jellemző. Ami viszont az eddigieknek is körülbelül a 10-15%-a volt, tehát hogyha azt most visszavesszük a visszaesést, akkor elképzelhető ez a 90%-os visszaesés. Hozzátette, amennyiben a nagy kategóriás vezetői engedélyek megszerzésére hosszú távon leesik a kereslet, hozzá kell szoknunk, hogy egyre több nem csak Ukrajnából, de más országokból érkező vendégmunkás fogja ellátni ezeket a munkákat.